nagyon örülök, meg óriási egy megtiszteltetés és büszkeség az, hogy másodszorra is megnyertem ezt a díjat. És ahogy mondtam is, azon leszek, hogy a következő évben is olyan teljesítmény nyújt, csak hogy kiérdemeljem. Gulácsi Péter az elmúlt időszak legkiemelkedőbb magyar kapusa. Elképesztő védéseiről vált híressé és tevékeny részt vállal az RB Leipzig sikereiben. Azt viszont kevesen tudják róla, hogy a legelső meccsén sírva hagyta el a pályát. 1995-ben a BVSC-ben kezdte pályafutását a legendás hálóőr. Az első évben, aki a meccs előtt jelentkezett, hogy kapus szeretne lenni, az állt be a kapuba. Mondanunk sem kell, hogy ez az ember nem más volt, mint Gulácsi Péter. Csak úgy repesett az örömtől. Tetszett neki, hogy belátja az egész pályát. Magáénak érezte ezt a posztot, mert innen az egész mérkőzést irányíthatta. Végül elújságolta a szüleinek, hogy kapus szeretne lenni, és a születésnapjára kért is egy kapuskesztyűt, amit meg is kapott. Így végleg bent ragadt a kapuban, mert a csapatukban senki másnak nem volt. Nem sokkal később jött egy váratlan esemény, amire Gulácsi nem számított. Elérkezett karrierje legelső hivatalos meccse. A legelső gyerektornán, amelyen hivatalosan is én voltam a kapus, 7 vagy 8 gólt kaptam, és sírva lejöttem a pályáról. Nehezen dolgoztam fel, hogy a végén én húzom a rövidebbet, de azután ezt is megtanultam kezelni. Gulácsi Péter mindezek mellett kitűnő tanuló volt. Ez nem csoda, hiszen ez egy ki nem mondott elvárás volt a családja részéről. A családomban a tanulás, a továbbtanulás mindig is nagyon sokat számított. A szüleim közgazdászok, a nővérem orvos, a húgom építész. Azonban az ő legnagyobb álma az volt, hogy profi labdarúgó legyen, ezért áldozatokat kellett hoznia. Amikor 8. végén bejelentettem, hogy szeretnék 2 évre elmenni Agárdra, a Sándor Károly Akadémiára, a tanáraimat kisebb sokként érte. Ők csak azt látták, hogy a tanulást mindig komolyan vettem, soha nem bohóckodtam az iskolában. De csak azért voltam ilyen, mert felfogtam, ha figyelek, akkor szabad a délutánom, sokkal többet foglalkozhatok azzal, amit igazán szeretek. Mehetek edzésre, este pedig megnézhetem a BL meccsek első félidejét. Sok év múltán a csiszolatlan gyémánból legendás hálóőré érett. Több címet is bezsebelt a 2018-19-es Bundesliga szezonjában. Gulácsi Pétert beválasztották az év csapatába, a Kicker rangsorában ő volt a szezon legjobb játékosa. Mindemellett a játékosok szerint ő volt a legjobb kapus abban az idényben. Ez egyáltalán nem meglepetés, hiszen ő kapta a legkevesebb gólt a tavalyi szezonban a német bajnokságban. Alapember a Lipcse csapatában, akik még versenyben vannak a Bundesliga bajnoki címéért, valamint a Bajnokok Ligája trófeáért is. Szerintetek legutóbb mikor szerepelt magyar kapus a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében? Eláruljuk, hogy ez legutóbb Szent Mihály Antalnak sikerült az 1973-74-es BEK szezonjában. Ekkor történt ugyanis, hogy az Újpesti Dózsa csapatával egészen az elődöntőig menetelt. Úgyhogy le a kalappal Gulácsi Péter előtt, aki emberfeletti teljesítmény nyújtott a Tottenham elleni BL párharc mindkét mérkőzésén. Emellett az egész szezon során bravúrt bravúra halmozva őrizte csapata kapuját. Szerintetek meg lesz a magyar kapusnak és csapatának akár a BL vagy a Bundesliga trófea? Vajon leigazolja-e egy top csapat még karrierje során? Szerintünk minden esélye megvan rá. Kapusként talán egy kicsit tovább is tudok játszani, mint mondjuk a mezőnyjátékosok. Minél hosszabb karriert szeretnék, és minél hosszabb ideig szeretnénk egy külföldi karriert. Nyilván most egy apukának, meg egy sportolónak egyből ugye elindul a fantáziája, hogy akkor majd esetleg belőle is egy kis kapus lesz.